A Kesport VB Vlog támogatója, a jéghideg sörök szállítója, a Nonstop Spirit Store. Üdvözöllek benneteket, Komáromi András vagyok, ez pedig a Kesport VB Vlogja. Vendégeim, beszélgető társaim Nyitrai András Nyitra és a Bársonyos Angujánból Csaba. Boldog pénteket! Üdvözlünk benneteket, három kifejezetten izgalmas mérkőzés lesz. Brazília, Costa Rica, Nigéria, Izland és Szerbia, Svájc. Kezdjük a dél-amerikai összecsapással. Brazília betlizett Svájc ellen, nem tudták kibontakoztatni tehetségüket elől eléggé a csatárok. Costa Rica pedig fut a álmai után. Ha nem tudnak pontot szerezni, akkor biztos búcsúznak. A braziloknak nagyon kell a három pont, nagyon masszív együttes. Ti hogyan látjátok az esélyeket? Először is, mivel Brazília az egyik kedvenc csapatom, ezért nagyon bízom benne, hogy a szövetségi kapitány Tite egy kicsit megmosta a Neymar fejét. Több minden miatt, egyrészt a frizurája miatt, másrészt pedig azért, mert meglehetősen szürkén játszott az első mérkőzésen. És ahogy egyébként a kritikusok mondták, talán inkább hátrányára volt a csapatnak Neymar szereplése, mint sem előnyére. Mindentől függetlenül azt gondolom, hogy minden brazil összeszedi magát, mind a támadásban, mind a védelemben, és valószínűleg le fogják mosni Costa Ricát. Amit azért sajnálok, mert Costa Rica az egyik legszimpatikusabb csapat a világbajnokságon, de simán kikapott az első fordulóban, ugye egy Kolarov szabadrúgás gól okán, és most is kifognak, így el fognak búcsúzni a világbajnokság további küzdelmeitől. Én ezt jóslom erre a mérkőzésre, és egy 3-0-ás brazil győzelmet. Gyakorlatilag mindent elmondtál, amit én is elmondhattam volna erről a meccsről. Én is nagyon meg lennék lepve, hogyha itt a brazilok elkövetnék még egyszer azt a hibát, hogy ezzel a egészen jól összerakott kerettel pontokat hullajtsanak. Úgyhogy én is egy ilyen 2-3 gólos, meggyőző, magabiztos brazil sikert, és hát sajnálatos módon kosztarikai búcsút várok a meccstől. Köszönöm a véleményeteket, én is hasonlóképp vélekedek. Talán annyi lehet, hogy Costa Rica egy becsület gólt szerez, de azért ott elég komoly védősoron kell átmenniük, ha ezt abszolválni szeretnék. Folytassuk egy másik csoport mérkőzésével, ide közben ágyazódik a Nigéria-Izland meccs délután. Lehet, hogy nem ez lesz a világbajnokság legizgalmasabb mérkőzése, viszont az eltagadhatatlan, hogy mindkét csapatnak nagyon fontos lesz a pontszerzés. Izland már megmutatta, hogy meglepetésre képes, az EB-n is jól szerepeltek, sőt stabilan jól szerepelnek azóta. Nigériáról kicsit kevesebbet tudunk, bár úgy tudom, hogy te azért itt egy helyi szakértőt megkérdeztél, hogy hogyan kell értékelni az ő teljesítményüket most. Igen, még Eugene Salamival, ugye a Kecskemét csatárával még a pénteki edzés előtt beszélgettünk arról, hogy mit is vár Nigériától, akkor még ugye a nyitó meccse, meg ugye egyáltalán a válogatottól. Ő azt mondta, hogy azért most ez egy inkább fiatal, kicsit ilyen alakulóban lévő csapat. Továbbjutást ő is nagy bravúrnak tartaná tőlük. És én azt gondolom, hogy ez nem is nagyon fog összejönni. Az izlandiak azért most egy olyan értékes pontot szereztek az argentinok ellen, hogy ők is pontosan tudják, hogy minden esélyük megvan arra, hogy ebbe a csoportba a várt papírformát felborítsák. Úgyhogy szerintem valamilyen módon behúzzák majd ezt a meccset, és fel is fogják borítani. Úgyhogy, ahogy ezt már korábbiakban is említettem, szerintem itt a horvátok vagy az argentinok hát pofára fognak esni, úgy mondjam, hogy igen. Aludni fogok ezen a mérkőzésen, valószínűleg. Izlandra sokat piszkálják azzal, hogy szigorúan védekező futballt játszanak, betolják a buszt a kapu elé, és onnantól, hogyha sikerül kontrázgatniuk, akkor ezt megoldják. Nem most lesz az, amikor változtatnak ezen a taktikán, mert valóban élet-halál harc lesz számukra, és meg is fogják nyerni ezt a mérkőzést, vagy legrosszabb esetben X-ellek, bár a senkinek nem lenne jó, Izlandnak főképp nem, de azt gondolom, hogy Izland talán behúzza ezt a mérkőzést Nigériával szemben. Így van. Egy-egy nullát tippelek én. Legyen így. Egy szoros izlandi győzelem a tippünk tehát. Ha esetleg van más véleményetek, akkor nyugodtan kommenteljetek a videónk alá. És akkor nézzük az esti mérkőzést, a Szerbia-Svájc összecsapást, ami azért pikáns lesz, mert két eltérő futballkultúra, mégis azért vannak a történelmi... a történelmi folyán közös dolgaik a két országnak. Ti hogyan látjátok ezt a mérkőzést? Mind a kettőjüknek azért fel lesz dobva a labda rendesen. Svájc már 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon megmutatta, hogy mindenképpen számolni kell velük, és úgy tűnt az első meccsen is egyébként, sőt a közelmúltbeli szerepléseik alapján, hogy egy roppant masszív gárdáról van szó.
Játékerőben mindenképpen a szerbek elé sorolnám őket, viszont egyetlen tényezővel nem rendelkezik Svájc, amivel Szerbia, igen, ez pedig a szívük. Tehát Szerbia az a lehetetlenen túl is hajtani és harcolni fog, és mindent megtesz azért, hogy behúzza a három pontot. Megjósolhatatlan, hogy mi lesz a mérkőzés végeredménye. Szerbia, hogyha megnyerni ezt a találkozót, akkor gyakorlatilag azzal meg is lenne oldva a továbbjutása. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy Svájc fogja megnyerni a három pontot. Számomra, meg hát szerintem sokak számára kicsit ez olyan rangadó, meg olyan harakiri meccs, ez a szerb-svájc, mert ugye azért Svájc válogatottjában általában rengeteg olyan játékos van, aki ugye délszláv országokból került aztán ki oda szülei révén, vagy ott született már, tehát ez mindenképpen egy plusz töltetet fog neki adni. Láttunk már ilyet az EB-ken is, VB-ken is korábban, amikor ilyen hangulatú meccsekre készült a svájci válogatott. Én azt gondolom, hogy ez egy kis plusz bizonyítási vágyat ad majd mindkét oldalnak. Plusz téttel bír majd így a meccs. Én is azt gondolom, hogy a Svájc azért játékerőben, szervezettségben, védekezésben, támadásban is azért a szerbek előtt van, de a szerbek szerintem azzal, hogy győzelemmel kezdtek, most olyan motivációt kaptak, ami miatt azért én nem mondanám egyértelmű, hogy Svájc nyer. Én érzek egy döntetlenre is esélyt a szerbekben, de nyilván papírforma alapján én is azt mondom, hogy Svájc kéne, hogy legyen az esélyes. Este meglátjuk, hogy hogyan alakul ez az összecsapás. Várjuk a hozzászólásaitokat, és maradjatok velünk a többi napon is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!